Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. Én Csonka Erzsébet vagyok, Rákóczi falváról érkeztem, a PPH egyik vezetője. Én Tóth Ferenc vagyok, szintén Rákóczi falváról érkeztem, a PPH egyik vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást, kortól és nemtől függetlenül. A PPH előtt természetgyógyászként működtem, mára viszont a PPH tanulói csoport szervezés a fő tevékenységem. Rákóczi falván élek, párkapcsolatban. Azért kezdtem a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert több évtizeden keresztül kerestem valamit, és nem találtam meg, mikor rám talált a PPH, a teremtő ide vezérelt. Itt megtapasztaltam azt, hogy valóban minden tudás egy helyen, nagyon megfizethető áron, mivel megtapasztaltam a saját életemben és a csapattagok életében is azt, hogy ez a tudás a hétköznapi életben, spirituális szemlélettel, és az eltitkolt tudás, mivel Szedlacsik Miklós képességei a teremtő üzeneteit azonnal tudja közvetíteni, és mindenkinek tud segíteni. E tudás nélkül én sem tudtam volna a saját életemet sem rendezni, mert olyan alakodások voltak, amikhez nem volt tudásom, ezeket itt mindegyiket megkaptam. Tehát megtapasztaltam, hogy Szedlacsik Miklós mesterkócs, amit tanít, amit tud, amiben tud segíteni, az teljesen minden ugyanúgy van. Ez feltétele az aranykorba jutáshoz, mindenkinek egyénileg kell felkészülni, viszont összefogás és csapat nélkül ez nem fog menni. Hát egy pár szót én is szeretnék szólni magamról. Én eredetileg autószerelő vagyok, jelenleg szivattyúgépészként dolgozom, de egyre inkább a PPH csapatszervezést tekintem fő tevékenységemnek. Rákóczi falván élek párkapcsolatban. Én is sok mindent hallgattam, olvastam, tapasztaltam, természetgyógyászattal kezdtem én is, de valahogy mindig az volt az érzésem, hogy nekünk nem az embereknek a gyógyítása, hanem a fejlesztése, előrébb jutása a feladatunk. Valahogy mindig azt éreztem, hogy több kell annál, mint megtanítani, vagy meggyógyítani az embereket, mert egyszer meggyógyítod, utána visszajön, tehát az élethelyzeteken, az életeken kell változtatni. Sok mindent kerestem, sok mindent néztem én is, de életem legjobb döntése volt, hogy a PPH-hoz kerültem, megismertem Szedlacsik Miklós mesterkócst, és gyökeresen megváltoztatta az életemet, mind a szemléletileg, mind hozzáállásilag, mindenképpen. Nagyon jó irányba változott körülöttem minden, és ezt szeretném javasolni nektek is, akik hallgattok, hogy ezt ne hagyjátok ki. Mai képzésünket a legnagyobb tudása és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Előadunk egy olyan mester, akinek a tudása, a képességei, a tapasztalatai olyan páratlan kombinációval léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben teljesen egyedülálló a mi mesterünk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót, úgyhogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja, bolygószinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Mesterünk küldetése, az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni, azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkócst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Na nézzük meg, hogy mivel is foglalkozunk. Ugye én régóta foglalkozok azzal, hogy mi kell a boldogsághoz. És
nem keveset foglalkoztam ezzel a témával már életem során, hanem hát jó sokat. És erről a témáról ugye sokat tanítottam is már. Ugye tudjuk, hogy van öt, legalábbis azok, akik régebben itt tanulnak, van öt feltétele plusz egy feltétele annak, hogy az ember boldogan élje az életét. Ugye ennek az első feltétele, tehát nem véletlen a sorrend egyébként, az első feltétele az, hogy az ember szeretetben éljen. Tehát a szeretet maga az első feltétel, tehát ez a legfontosabb feltétel ahhoz, hogy az ember boldogan élje az életét, hogy szeretetben tudjon élni. Azt akarom mondani, akik esetleg nem tudnak egyszerűen jegyzetelni, ott vannak kint mappák, azokon lehet behozni, azt írni rajta, jó? Akinek nem jutott azt a, ott a, ha kell esetleg, nem? Jó. Szóval a lényeg az, hogy tehát, lényeg, hogy ugye régóta foglalkozok vele, és mi kell ahhoz, hogy az ember boldogan élje az életét. Tehát először is kell a szeretet, ugye az imént említettem, maga a szeretet az az alapműködése egy embernek. Az mit jelent, hogy alapműködés? Tehát ugye tudjuk azt, ez megint ismétlés, hogy mielőtt leszületett egy ember, előtte törölték a tudatát. Tehát mit jelent a részünkről, hogy leszületett? Ugye azt jelenti, hogy inkarnálódott. És milyen inkarnálódik az embernek? A lelke. A lelke, így van. Tehát a lelke mielőtt inkarnálódott, előtte törlik a tudást. Tehát ami azt jelenti, hogy milyen tudást? Hát az előző életnek a tudását. Tehát gondoljunk végig, hogyha az ember mondjuk megnézi, hogy milyen műszaki fejlettségben élünk, akkor gondoljátok végig, hogy mekkora technikai fejlettségük lehet a fentieknek, hogyha mondjuk egy lélekből, amely nem kézzel fogható, ugye az legalább egy negyedik dimenziós lény, sőt energialény, egy energialénynek a tudását ugye tudják törölni. Akkor gondold végig, milyen technikai fejlettség van odafent. Tehát törlik ezt az előző életi tudást, és akkor egy dolog marad. Ezt azért kell törölni. Miért? Mert az előző élet sok frusztrációt okozott. És hogy ne frusztráltan szülessen egy ember, ami azt jelenti, hogy a lélek, amikor beköltözik a testbe, akkor az a lény, amelyikbe beleköltözik, tehát az az emberi lény, amelybe beleköltözik a lélek, az ne legyen frusztrált. Tehát az azt jelenti, hogy ne legyenek az emlékképeibe negatív emlékképek, de nyilvánvaló, hogy ahhoz, hogy ki lehessen törölni a negatív emlékképeket, ahhoz ugye törölni kell a pozitív emlékképeket is. Tehát nem lehet olyat, hogy na most töröljünk ezt a részt, vagy azt a részt, vagy amazt a részt. Tehát ugye csak azt lehet, hogy mindent törölni. És akkor kitörlődik minden, ami az előző életben történt az emberrel, tehát ezért nincs emlékezés.
Hát ezért nem emlékszünk az előző életünkben, mert mindenki van törölve. És egy lélek az úgy működik, hogyha kitörlik belőle a tudást, akkor egyetlen egy dolog marad, a feltétel nélküli szeretet. Na most gondoljuk végig, hogy tudással rendelkezik a lélek. Tehát a testünk az korlátozott tudással tud rendelkezni. Ráadásul az agykapacitásunknak ugye a legtöbb ember csak a pár százalékát használja. Ha 100%-át használnánk az agykapacitásunknak, ami ugye képtelenség, azért képtelenség, mert ugye az agy vezérli a szerveknek a működését is. És ezáltal ugye az agyat, hát nem csak a gondolatok foglalják le, hanem ugye a szervezetnek a vezérlése, annak a jó működése is eléggé lefoglalja, de maga a gondolkodás az mindössze a legtöbb embernél egy pár százalék az agykapacitásának. És ha ezt ugye figyelembe vesszük, akkor ha teljes egészében használhatnánk az agyunkat gondolkodásra, és más nem venni igénybe, akkor is korlátozott lenne az a tudásmennyiség, amit az agy be tud fogadni. Na most azt is gondoljuk végig, hogy van egy lélek, amely korlátlan tudással tud rendelkezni. Tehát korlátlan tudással. Tehát a lélek úgy működik, hogyha mondjuk az 10 milliárd éves az a lélek, és 10 milliárd éven keresztül gyűjtötte az információt, akkor 10 milliárd éven keresztül mekkora információ gyűlhetett össze, és nagyon érdekes, mert a lélek például nem felejt. Tehát ott nincs felejtés. Tehát nem úgy, mint az agynál, hogy elfelejtünk dolgokat. A lélek az nem felejt. Tehát ami azt jelenti, hogy mondjuk 10 milliárd év alatt összegyűjtötte a tudását, és a lélek az azzal képes lenne rendelkezni azzal a tudással, hogyha nem lenne törölve. Hát miért kellett törölni? Mert minden ember csecsemő testbe születik. Oké? És most képzeld el, hogyha mondjuk akár az előző 80 év tudásával, előző életed 80 év tudásával rendelkeznél, és beleszületnél egy csecsemő testbe, az rosszabb lenne sokkal, mint egy börtön. Gondold végig. Hát egy csecsemő testbe egy tudással rendelkező lény sokkal nagyobb korlátot kap, mint aki börtönben van. Érted? Ezáltal ugye ki kell törölni a tudást, hogy elviselje a csecsemő testben való létezés kezdetét, ugye ennek az életnek a kezdetét. És ha kitörlik a tudást, akkor ugye az imént említettem, egyetlen egy dolog marad, maga a szeretet, méghozzá a feltétel nélküli szeretet. De azt látjuk, hogy egy csecsemő megszületik, akkor valamilyen szinten már megbomlott ez a feltétel nélküli szeretet. Attól függően, hogy milyen zaklatott volt az a 9 hónap, amit az édesanyja hasában eltöltött. Mert ha zaklatott volt, akkor már sérült a feltétel nélküli szeretet. Ha nem volt zaklatott, akkor nagy sérülésen nem ment át a feltétel nélküli szeretet. Tehát ebből is látni,
hogy a lélek nem akkor jön le, amikor megszületünk, amikor kibújtunk édesanyjánk hasából, hanem akkor, amikor megfogantunk. És a fogantatás pillanatától gyűjtjük az információkat. Tehát ez azért is fontos, mert a fogantatás pillanatától nagyon sok mindent tud érni. Tehát például mondjuk, hogyha valakinek nem volt békés mondjuk a fogantatása, hanem esetleg már az is zaklatott volt. Például egy olyan fogantatás, amit a hölgy nem élvezett. Sőt, inkább tehernek érezte. Tehát most nem azt mondom, hogy erőszakosság volt vele szemben, hanem nem élvezte. Márpedig a nemi együttlétet a nők 70%-os arányban nem élvezik. És ez nem nő függő alapvetően, hanem férfi függő. Ami azt jelenti, hogy a férfiakra jellemző például az a dolog, ezáltal, hogy nem azzal foglalkoznak, hogy a hölgy is élvezze magát a szexuális együttlétet, hanem azzal foglalkozik, hogy ő, mint férfi élvezze. És ezáltal gondoljátok végig, hogy az emberek nagy része úgy fogant, hogy nem élvezte mind a kettő a fogantatást. És itt nem a gyerekről beszélek, hanem az anyáról beszélek. Tehát a férfi élvezte, mert hát különben nem lett volna fogantatás, de a nő nem. Ami azt jelenti, hogy már nem örömmel kezdődött a fogantatás. Miért van nyitva az az ajtó? Bejárati. Köszönöm szépen. Jó, tehát úgy indult a legtöbb embernek az élete, tehát az emberek 70%-ának, ha átlagot nézünk, hogy nem örömmel élte meg az anya a fogantatást. Világos ez? És itt csak arról beszélünk, hogy az a 9 hónap a fogantatás pillanatától, az mennyi zaklatottságot idézett elő. És azt is, nem csak zaklatottságot, hogy mennyi öröm hiányt idézett elő. Érted? Tehát, hogyha valaki abban a 9 hónapban, mint anyáról beszélek, tehát a férfinek itt nincs szerepe ebből közvetlenül, csak közvetlen. Tehát, hogyha az anya abban a 9 hónapban nem sok örömet élt meg, akkor gondoljátok végig, hogy úgy születik meg a csecsemő, és úgy költözik bele az első levegővétellel a lélek a csecsemőbe, hogy az édesanyja hasában nem sok örömöt élt meg a csecsemő. De ugye mi éli meg az örömöket, és mi hozza létre az emlékezést? Nem a csecsemő, hanem a lelke. Tehát nem a test, hanem a lelke. Ami annyit jelent, hogy most gondolj bele, lejön egy tudatlan lélek, csak tisztán szeretni tud, és kit fog elsősorban szeretni? Na kit? Az édesanyját. Logikus, nem? Ezért kivel lesz állandóan? Kivel? Na kivel? Az édesanyjával.
Másodszorban ugye kit fog szeretni? Nakit? Az édesapját. Oké? De akkor is, mivel az anyja az, amelyik megfogan, ezáltal nyilvánvaló, hogy ebből a szempontból az anyja fontosabb szerepet játszik, mint az apa. És hogy abban a 9 hónapban mennyi öröm érte azt a lelket, amely megszületik 9 hónap után, ez egy kulcskérdés az életünk során. Oké? Miért? Nagyon egyszerű, mert mikor volt a legtudatlanabb a lélek? Az első 9 hónapban. Mert a 9 hónapban már információkat kapott, információkat gyűjtött, információkat szedett magába, és ezáltal már van egy alap, és arra rakodnak rá dolgok. Ez olyan, mint a ház. Ha a háznak rossz az alapja, és arra építkeznek, akkor az a ház előbb-utóbb hát renoválásra szorul, jó esetben. Oké? Méghozzá idő előtt renoválásra szorul. Tehát az alapunk nem az első 7 év, hanem az első 9 hónap. És ezt miért mondom? Mert ez az első 9 hónap óriási mértékben tudja befolyásolni, hogy az ember mennyire képes majd felnőttként kinyilvánítani a szeretetet. De természetesen nem csak ez a 9 hónap a befolyásoló tényező, de még egyszer mondom, az a fundamentum, az az alap. Van egy 7 év, ami ismét nagyobb befolyással bír, mint az összes többi, az első 7 év. Tehát a megszületés után következő első 7 év. Na most miért mondom ezeket? Mert az embernek lenne egy csodálatos tulajdonsága, az, hogy itt ezen a bolygón a legnagyobb szeretetre képes élőlény. De valahogy, mintha ezt az emberek elfelejtenék. Vagy egyszerűen nem tudná. És akkor gondold végig, melyik a jobb? A szeretetteljes élet? Vagy a szeretet nélküli élet? Melyik a jobb? És azt is gondold végig, hogy neked van egy életed, egy jelenlegi. És annak van egy előzménye. És ebben az előzményben mennyire foglalt helyet a szeretet? Mondjuk az előző. Tehát mostantól visszaszámítva, hónapok, évek, mennyire vett részt a szeretet az életedben? És el tudnád képzelni azt, hogy innentől fogva a szeretet nagyobb részben vegyen részt az életedben? Mert ha el se tudod képzelni, akkor rossz helyen vagy. Szó szerint, akkor neked nincs itt helyed. Mert ez a kulcskérdés. Oké? Tehát ha te egy olyan ember vagy, aki szeretne szeretni, akkor viszont jó helyen vagy. Tehát a boldogsághoz az embernek ez egy kulcs, hogy képes legyen a szeretetét kifejezni. Jó, és azért mondom kifejezés formájában, tehát hogy kifejezni, mert abban sok minden belefér. Oké? Tehát itt van egy olyan lehetőségünk, ami megváltoztathatja az emberiséget. Mi egy olyan szervezet vagyunk, amely független teljes egészében. Méghozzá politikai függetlenségünk van,
vallási függetlenségünk van. Mindig is függetlenek voltunk, és azok is maradunk. Tehát ennek a szervezetnek ugye kezdetektől fogva én vagyok az alapítója és a vezetője, mindig is én gondoskodtam arról, és én is fogok arról gondoskodni, hogy ez független maradjon. Ez miért fontos? Mert nem számít, hogy kinek milyen a vallási hovatartozása, nem számít, hogy milyen akár az identitása, és nem számít az, hogy milyen a politikai nézete. Itt egy számít, hogy akarjon szeretni. Ez számít. Oké? És ha valaki nem szereti az embereket, az itt nincs jó helyen. Oké? Pedig én úgy gondolom, és remélem, hogy nem csak én, hogy a bolygónkat nem a növények határozzák meg. Nem is az állatok határozzák meg. Nem is a tárgyak határozzák meg, hanem az ember. Tehát itt van egy bolygó, amelynek az uralkodó faja az az ember. És egyáltalán nem mindegy, hogy az ember mennyire képes szeretni. Mert a szeretet, amire az ember képes, az bármire kiterjedhet, amire szeretné, hogy kiterjedjen. Oké? Tehát itt vagyunk mi emberek, és boldogok szeretnénk lenni. Hát én úgy gondolom, hogy bolond ember az, aki nem akar boldog lenni, nem? De a boldogság az nem csak a szeretetből áll össze, ugye a szeretetről én nagyon sokat tudnék beszélni, meg tudok is. Ugye a képzéseimben elég sok-sok információt a szeretetről el szoktam mondani. De van egy másik része a szeretetnek, illetve a boldogságnak akarom mondani. A második pont az, hogy egészséges legyen az ember. Ki az, aki volt már beteg? Beteg? Oké. Mit vettél észre, amikor beteg voltál? Nem azt vetted észre, hogy akkor legfontosabb dolog az életedben a betegséged volt? Tehát magyarul akkor a legtöbb figyelmedet a betegségedre fordítottad? És nem tudom, észrevetted-e, hogy azok, akik betegek, bármilyen betegségben, most rövid idejű vagy hosszabb idejű betegségről vagy beszélünk, mindegy. Nem tudom, hogy te is azt látod, hogy minél, tehát hogy a beteg emberek azok elsősorban a betegségükkel foglalkoznak. Tehát ugye az a fő probléma, hogy a betegség az elviszi, elveszi a többi dologtól a figyelmet. Oké? Ez a fő probléma a betegséggel. És ezáltal valaki beteg, akkor másra alig marad figyelme. Tehát az ember úgy működik, hogy értsük, hogy meghatározó, hogy a jelenre mennyi figyelme van. Mert ha egy embernek szétszóródik a figyelme, tehát olyan dolgokon marad a figyelme, ami a múlt, vagy lehet, hogy jelen, mert például a fájdalom, akkor ugye mi fog történni? Ami a jelenben történik, kívülről jön információ, arra nem tud kellő figyelmet szentelnie. És ezáltal ugye a jelenre kevesebb figyelem van. Na most, ha az ember nem képes a jelenre kellő figyelmet koncentrálni, akkor hibázik. A hibázáshoz beletartozik a rossz döntés, vagy a helytelen cselekvés. És ezáltal, ha az ember hibázik, akkor annak negatív utólagos következménye
várható. Tehát minden bizonnyal lesz is utólagos negatív következmény. És ma, ha körülnézünk, az embereket megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a legtöbb ember az nem jól reagál a kívülről jövő információkra. Miért nem tudnak jól reagálni? Mert a figyelmüket valami múltbéli, általában negatív esemény köti le. És a figyelmünk, egy embernek a figyelme az nem véges, illetve nem végtelen, bocsánat, hanem véges. Tehát egyszerűen véges. És mikor volt a legtöbb figyelmünk, akármilyen hihetetlen? Csecsemőkorunkban. Tehát újszülöttként. Tehát akkor volt a legtöbb figyelmünk. És azóta minden nemű zaklatottság, amit nem tudtál megérteni, az oda kötött a figyelmedből egy részt. Nem tudom, ez mennyire világos. Tehát bármit, ami az életben nem értettél meg, az oda kötött a figyelmedet. Tehát például, mit tudom én, csak anyukádról azt gondoltál, mikor valamit utasított, hogy miért kell nekem ezt csinálni, már is oda kötött egy részt a figyelmedből. És ahogy az ember nőtt, teltek az évek, évtizedek, ugye nyilvánvalóan egyre több és több olyan dolog van, ami a figyelmet leköthette, és ezáltal a jelenben egyre kevesebb figyelem marad. Ennek az a súlyos következménye, hogy az illetőnek, mivel nincs a jelenre elég figyelme, ezért a jelenben döntenie kellene, vagy cselekednie, és nagy valószínűséggel helytelenül fogja ezt tenni, mert egyszerűen nem tud a jelenre kellő figyelmet koncentrálni, és a figyelmünk koncentrálása az nem érzelmi, vagy nem ösztönös dolog, hanem tudatos. Tehát ami azt jelenti, hogy az illető ezáltal, mivel nincs elég figyelme, ez annyit is jelent, hogy nincs elég tudatossága, és ezáltal az illető rábízza magát a saját ösztöneire. Csak az a baj az ösztönökkel, hogy azért legtöbb esetben megcsalja az embert, mert a jelen az általában soha nem egyezik a múlttal. És ezáltal mindig van eltérés a jelen és a múlt között. És az ösztön mindig azt sugallja, hogy úgy cselekedj, mint ahogy cselekedtél. De mivel a jelen az más, ezáltal az ember úgy fog cselekedni, mint a múltban, de nem úgy kellene cselekednie, mert ez egy jelenbéli pillanat. És az illető ezáltal hibázik. És mivel egyre kevésbé, ahogy telnek az évek, évtizedek, van az embereknek figyelmük a jelenre, ezáltal, ahogy idősödnek, egyre több és több hibát követnek el. Ezért van az, hogy például az idősek sokkal könnyebben átverhetők, mint a fiatalabbak. Oké? Ezért vannak, akik kifejezetten arra specializálták a bűnös cselekedeteiket, hogy az időseket verjék át. És az a baj, ugye, hogyha megnézzük a
az időszakot, akkor a fiatalok is idősödnek. Tehát ez az életrendje, nem? Azt nem mondom, hogy mindenki meg fog öregedni. Jó? Mert ez már nem igaz. Mert nem fog mindenki megöregedni. Eddig se öregedett meg. Mindenki, érted? Ezután se fog mindenki megöregedni. Szóval a lényeg az, hogy mit kezdesz azzal, hogyha beteg vagy. Mert a betegségnek ugye van egy fontos tulajdonsága, hogy oda köti a figyelmet. És ezáltal például ha valaki beteg, és akkor kell döntenie, hát általában még rosszabb döntést hoz, mint hogyha nem lenne az a betegsége. Vagy akkor kellene betegen cselekedni, még több hibázással tudja ezt megtenni. És mit lehet kezdeni egy betegséggel? Tudod mit? Egyet. Nem szabad betegnek lenni. Ez az egyetlen orvosság a betegségre, hogy nem szabad betegnek lenni. Ez mit jelent? Olyan életet kell élni, hogy ne legyél beteg. Ezt meg lehet csinálni. Képzeld el, összeomlana az egészségügy úgy, ahogy van, hogyha mindenki olyan életet élne, hogy nem lenne beteg. Pedig ezt meg lehetne csinálni. Akármilyen hihetetlen. Mondok példát, hogy megértsétek, jó? Mindenki járt iskolába, nem? Sőt, azt is láttátok, hogy ha már gyereket nevelti, aki iskolás korú vagy iskolás koron túl van, a következőt megfigyelhetted. Nem tudom, mennyire figyelted meg. Én utólagosan megfigyeltem, de te is utólagosan kielemezheted ezt. Nyugodtan, ha nem is most, akkor később. Ez a következő. Azok a gyerekek sokkal, de sokkal kevesebbet hiányoztak betegség véget az iskolából, akinek kiegyensúlyozottak voltak a szülei. És azok a gyerekek sokkal, de sokkal többet voltak betegek, akiknek nem voltak kiegyensúlyozottak a szülei, vagy minél zaklatottabbak voltak a szüleik, a gyerek annál többet volt beteg. És ez minden esetben igaz. Oké? Nem hiszed, emlékezz vissza, hogy azok, akiket ismertél esetleg, és tudtad, hogy milyen szülői háttér volt, ez totál visszaigazolható. Ami azt jelenti, hogy a gyerek gyakorlatilag egy tükre a szülőnek. Az azt jelenti, hogy ha a gyerek sokat betegeskedik, az tudti, hogy azért betegeskedik sokat, mert az anya zaklatott sokat. Oké? Tehát az anya zaklatott. Mindig az, akivel a gyerek van. Tehát ha például a nagyszülő neveli, mondjuk a nagyapa, és ha a nagyapa zaklatott, akkor ugyanúgy vonatkozik ez természetesen arra a helyzetre is. Jó? Tehát attól függ, hogy kivel van a legtöbbet az a gyerek. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a gyerek betegsége az 7 éves korig 100%-ban attól függ, hogy az anya milyen zaklatott. Mennyire zaklatott. Milyen rendszerességgel zaklatott. Na most akkor ezt tovább nézzük ezt a dolgot. Ha már felnőtt a gyereked, vagy nincs gyereked, és ilyen formában nem tudsz kapni jelzést, akkor ugyanez igaz rád. Minél zaklatottabb az életed,
annál több betegséged lesz. Érted? Ha más nem, előbb-utóbb. Oké? Tehát ez úgy működik, képzeld el, hogy egy nagyon jó hangulatú ember, aki képes átlagosan nagyon jó hangulatú lenni. Mi az, hol kezdődik a nagyon jó hangulat? A jó kedvnél. Tehát jó kedvű. Érted? Mit jelent a jó kedvű? Énekel, táncol, stb. Stb. Bármilyen pillanatban képes erre. Hát nem sok ilyen embert ismertek. Oké? Tehát az emberek ez alatt jóval lejjebb vannak. Tehát ha állandóan jókedvű lennél, ki az, aki nem volt életében még jókedvű, tegye már föl kezét. Tehát akkor látom, hogy tudjátok, hogy mi az, hogy jókedv. Tehát egy állandóan jókedvű ember soha nem beteg. Érted? Soha. Nincs olyan, hogy betegség. Oké? Okay? Nem, nincs olyan nála. És onnantól lefele viszont már kezdenek például olyanok lenni, hogy kicsit lejjebb van mondjuk valaki, de még jó hangulatú, csak nem jó kedvű. Például már jöhetnek megfázásos problémák. Oké? Okay? Még lejjebb jövünk, akkor még egyéb problémák. Egész rossz hangulatban meg már ilyen hosszan elhúzódó betegségek vannak. Na most ez azért mondom, mert most gondold végig, mivel tudnád azt megtenni, hogy az életed az jó kedvben teljen? Jó kérdés, nem? Hogy ne legyél beteg? Érted? Mert egy olyan világban élünk, ahol az egészség, az ember egészsége ellen szó szerint azt lehet mondani, hogy összeesküdtek a hatalomban lévő emberek. Nem ezt mondják természetesen ők, hát ők nem ezt mondják, hanem azt, hogy ők mennyire oda vannak azért, hogy az emberek egészségesek legyenek. De az ember egészsége az attól függ, hogy milyen hangulatú. Érted? Attól, hogy te nem ezt tanultad, meg neked nem ezt tanították, akkor attól ez így van. Oké? Okay? Szóval a lényeg az, hogy ahhoz, hogy a betegségre ne kelljen figyelni, és ne vegy el a figyelmedet, nem szabad betegnek lenni. Azt meg egyféleképpen tudod megtenni, ha jó hangulatú vagy. Méghozzá állandó jelleggel. Mert ugyanis egy kis ideig nem vagy jó hangulatú, hanem esetleg rossz hangulatú, már is elkaphatsz egy betegséget. Érted? Addig még rossz hangulatú vagy. Na akkor nézzük a harmadik dolgot, ami kell ahhoz, hogy az ember boldogan élje az életét. Na most gondold végig, abban a hangulatban, amiben éled az életedet, te boldogan tudod élni az életedet? Ki van csukva? Ahhoz mi kell? Jó kedv. Világos ez? Jó? Akkor nézzük a harmadikat. Hogy állsz ebben a kérdésben, hogy szabadság. Hát szabadság. De nem az a következő, hanem az elismerés. Elismerés. Hogy állsz ebben a kérdésben? Tehát én azt tudom, hogy szeretné elismerést kapni. Mert megint csak azt mondom, hogy bolond ember az, aki nem szeret elismerést kapni. Tehát ezért tisztában tudunk lenni azzal, hogy az ember szeret elismerést kapni.
De van egy kérdésem ezzel kapcsolatban. Vajon mennyire szeretsz elismerést adni? Na, ez a kulcskérdés. Mert ugyanis az elismerés nem attól függ, hogy te mennyire szeretsz elismerést kapni, hanem az elismerést attól függ, hogy te mennyire szeretsz elismerést adni. Mert ugye van az a mondásunk, hogy jó tett helyében. Hogy folytatódik ez? Jót vár. Így van. Tehát, hogyha te adsz elismerést embereknek, akkor fogsz kapni is elismerést emberektől. Oké? És itt egy kérdés van, hogy vajon mennyire tudod ezt gyakorolni? Hogy elismerést adj? Hogy elismerést is tudják kapni? Tehát ha az ember elismerést kap, jobban érzi utána magát, nem? Megkapod az elismerést és jobban érzed magad. Ha sok elismerést kapsz, akkor sokszor vagy ebben a helyzetben, hogy az elismeréstől jobban érzed magad. Érted? De az hogy kapjál elismerést, azért tenni is kell valamit. Tehát például a gyereknevelésnél az egy elhibázott gyereknevelés, amikor mindenért elismerést adunk a gyereknek. Még azért is, hogyha rosszat tesz. Tehát az egy elhibázott. Milyen lesz az a felnőtt, amikor az ilyen gyerekből felnőtt lesz? Akkora egója lesz, érted, hogy ó, mindenki menekülni fog tőle. Hogy majd szétdurran tőle a feje. Szó szerint. Tehát nem ez a jó megoldás. Hanem akkor jár az elismerés, idézőjelben a jár szót, mert ugye az adható, hogyha megérdemli. Oké? Mert ha az ember akkor is kap elismerést, mikor nem érdemli, az ego növelő. Oké? Tehát azzal nem jót teszünk, hanem kifejezetten rosszat. Tehát egy egoista ember az nem közösségi ember. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy nem szeretik az egoista embereket az emberek. Tehát az embernek nem mindegy, hogy mikor ad el elismerést, és ha viszont lehetőség van rá, hogy elismerést adjon az ember, akkor elismerést kell adni. De most gondold végig, ha te nem teremtetted meg azt a lehetőséget, hogy elismerést adj embereknek. Mert kinek adhatsz mondjuk a párodnak, mert avval élsz. Lehet, hogy van egy-két gyereked, még annak is tudsz elismerést adni, ha megérdemli, ugye, a párodnak, van három ember. És még kinek? Mert alapvetően ez így működik, hogy ezekkel kommunikálsz. Esetleg van egy pár barátod, ha megérdemlik, azoknak is tudsz elismerést adni. De ha megnézed ezeknek az elismerés adásoknak a száma, ezáltal viszonylag korlátozott. Tehát én például megteremtettem azt a lehetőséget magamnak és a számotokra egyaránt, akik itt tanulnak, azoknak lehetőségként, hogy elismerést adhassatok embereknek. Embereknek. Érted? Tehát ha megérdemlik, adhassatok elismerést. Sőt, azt is megteremtettem, hogy neked lehessen korlátlan létszámú csapatod. Tehát létrehozhatsz korlátlan számú csapatot. Nincs korlátozva annak a felső határa. Ami azt jelenti, hogy ha ott
megérdemli bizonyos ember, adhatsz neki elismerést. Oké? És ha sok ember érdemli meg a csapatodban az elismerést, akkor sok embernek adhatsz elismerést. Az sokkal több, mint három ember. És ha az ember megtanul elismerést adni, akkor fog kapni is. Világos ez? De az elismerés, még egyszer mondva, valamilyen eredmény után következik be. Érted? Tehát, hogy az ember valami eredményt tesz le az asztalra idézőjelbe. Oké? És ha az ember elismerést ad, mert megtanult elismerést adni, akkor lehet, hogy te is rá fogsz arra jönni, hogy jobb elismerést adni, mint kapni. Érted? Tehát egyszerűen jobb érzés elismerést adni, mint kapni. A következő, ami fontos lenne az életünkben, a boldogsághoz, a szabadság. A szabadság. Ami, hát a legtöbb embernél egy látszólagos szabadság. A valódi szabadság az, az például olyanokban áll, olyanokból áll, hogy oda mész, ahova akarsz. Akkor, amikor akarsz. Azzal, akivel akarsz. Addig maradsz, ameddig akarsz. És azt csinálod, amit szeretsz. Világos? Ebből áll a szabadság. Tehát, hogy oda menjen az ember, ahova akar, hát az eléggé korlátozott a legtöbb ember számára, nem? Hogy akkor menjen, amikor akar, az is. Azzal, akivel akar, az is. Hogy azt csinálja, amit szeret, hát az is korlátozott. Eléggé. Hát ezáltal, aki nem ilyen életet él, az nem szabad. Tehát nem az, a szabadság nem azt jelenti, hogy azt csinálsz, amit akarsz. Nem, az nem szabadság. Oké? Mert nem tehetsz azt teljes egészében, amit akarsz. Hanem azt csinálhatsz, amit szeretsz. Érted? Hát én nem hiszem, hogy valaki mondjuk, ha tolvaj, akkor ő szeret lopni. Nem hiszem. Ha mit tudom én, mondjuk bűnözésből él, akkor szeret bűnözni. Nem hiszem. Azért csinálja, mert nem tud más csinálni. Oké? Tehát lényeg az, hogy azt csinálni, amit szeretsz. Hogy szabad lehess. Hogy tényleg szabad lehess. És egy olyan világban élünk, ahol a szabadságot elkezdték korlátozni a második világháborútól. Méghozzá nagy mértékben. Hát de inkább azt mondanám, hogy az első világháborútól elkezdték korlátozni. Tehát szánt szándékkal az emberiségnek az első világháborútól elkezdték korlátozni a szabadságát. Hogy ezt még jobban lehessen korlátozni, lett a második világháború, és hogy még jobban lehessen korlátozni, vezettek be mindenféle dolgot, például a 2001. szeptember 11-et, meg stb. Stb. Érted? Tehát sok mindent, vagy a Covidot, bármit, érted? Az mind arra, hogy a szabadság legyen korlátozva. Miért? Hát mert az emberek hozzászoknak a szabadságuk korlátozásához, akkor ezt úgy hívják, hogy szolgaság. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy ha valaki már nem
szabad, mert hozzászakott ahhoz az élethez, amit nem szabadságnak hívnak, akkor onnantól kezdve szolga. Oké? És most milyen értelemben szolga, ez most részletkérdés. Bocs, nem akarom senkit, semmilyen réteget megbántani, de a nyugdíjasok is szolgák, annak ellenére, hogy nem kell a nyugdíjért dolgozniuk. Világos ez? Tehát mit szolgálnak ki a nyugdíjukkal? A fogyasztói társadalmat szolgálják ki. Világos voltam? Tehát szolgák. És ha az ember megszokta ezt a szolga életet, akkor már nem is vágyik a szabadságra. Csak tudod, mi a baj a szolga élettel? Hogy a szolga életben soha nem leszel boldog. Soha. Soha. És te látsz boldog nyugdíjasokat? Már nem emlékszem ilyenekre. És akkor nézzük a következőt. Ugye ami kell a boldogsághoz? Hát a pénz. Oké? Tehát ez a sorrendben az ötödik, ha jól számolom. A pénz. Hát most gondold végig, mennyi pénzre van szükség? Ha túl sok, az se jó. Ha kevés, az se jó. Mit jelent a túl sok? Hát ha túl sok pénze van valakinek, akkor túl sok a vesztenivalója. És emiatt félelme keletkezik. Ha túl kevés a pénze, az a baj, hogy nem tudja a szükségleteit biztosítani, és ezért félelmei keletkeznek. Tehát van egy kulcs a pénzzel kapcsolatban. Ne legyen túl sok, meg ne legyen túl kevés. Mennyi legyen? Elég. Elég. Így van. Tehát ha egy embernek van elég pénze, akkor nem esik bele a félelmekbe. Érted? Tehát nem esik bele abba, hogy hú, elvesztem a sokat, vagy nem tudom megvenni azt, amire szükségem van. Tehát elég pénz. Hát gondold végig, hogy vajon neked van-e elég pénze. De gondold végig, ami eredményezi is a szabadságodat. Tehát annak a függvényében gondold végig, hogy van-e elég pénzed, hogy eredményezi-e, hogy szabad legyél. És a szabadság fogalmát megfogalmaztam. Oké? Ha nincs elég pénzed, akkor miért nem teszel azért, hogy legyen elég? Tehát az elég pénz azt jelenti, úgy lehet elérni az elég pénzt, hogy kihasználja az ember az elé tárulkozó tisztességes lehetőséget, vagy lehetőségeket. Oké? Tehát tisztességes, becsületes lehetőségeket. Tehát az nem ad elég pénzt, meg nem, főleg nem szabadságot, hogyha az ember becstelen dolgokkal akar elég pénzt teremteni, vagy nem tisztességes dolgokkal akar elég pénzt teremteni. Tehát tisztességes, becsületes eszközzel, módon pénzt teremteni, elég pénzt teremteni. És ha ez az öt megvan, akkor van egy plusz, amit ez az öt tud eredményezni, az, hogy jól érezd magad a bőrödben. Érted? Tehát akkor ez megteremtődik, amiről beszéltem, hogy jó hangulatba kerülsz, és ezáltal például nem leszel beteg, stb. Stb. Tehát, hogy jól érezd magad folyamatosan a bőrödben. Na most, hogy éred el ezt a hat dolgot magadtól? Na arra én befizetek, ha magadtól ezt eléred. Én gondolkoztam nagyon sokat azon, hogy magamtól ezt hogy érhetném el. Egyszerűen nem jöttem rá. Hála Istennek, hogy nem jöttem rá. És csak arra jöttem rá, hogy ezt
el tudjuk érni együtt. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy én adok nektek tudást arra vonatkozóan, hogy könnyebben boldogulj az életedben. Nézzük, mik ezek. Hoppá. Erre a 10 területre adok tudást, és adok lehetőséget arra, hogy minél több embert hozzájuttasd ahhoz az információhoz, hogy van itt egy hely, ahol hozzá lehet jutni az élet minden területén lévő tudáshoz. Oké? Hogy az ember bármely területen könnyen boldoguljon. Hát könnyen. Mert ha ezek a területek nincsenek rendben, akkor sem leszel boldog sose. Oké? Tehát, ha folyamatosan jókedvű tudsz lenni, nem utópia a folyamatos jókedvűség. Oké? Tehát nem utópia, de hosszú lenne most ezt elmagyarázni, hogy miért nem utópia. Ugyanis, ha egy kicsit visszamegyünk az időben, mondjuk jó pár évtizedet, még amit én megéltem, én emlékszem sok jókedvű emberre. Főleg gyerekkoromból. Oké? És nem csak gyerekekre, hanem felnőttekre. Hát felnőttekre. Tehát ezt el lehet érni, de ennek megvannak szintén a feltételei, hogy hogy lehessen elérni azt, hogy az ember nek az élete az folyamatosan jókedvű legyen. Oké? Na most, tehát nyújtunk tudást. Ebben beletartoznak az energiák is, és beletartoznak nem kézzel fogható dolgok, amik elsősorban az energiákhoz kapcsolódnak. Oké? De belefoglaltatnak negyedik dimenziós dolgok is, az pedig már nem az anyag. Tehát nem az anyag. A negyedik dimenzióban az anyag nem létezik. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy az anyag az második, max. Harmadik dimenzió. Érted? Tehát a negyedik dimenzióban energiák vannak. Energiák és az energiákhoz kapcsolódó törvényszerűségek. És az energiákhoz kapcsolódó olyan lények, amely hasonlatosak a mi lelkünkhöz. Oké? Tehát erről is ugye tanítok, csak nyilván másodrendűen, természetesen. Tehát miért csináljuk ezt az egészet? Nem azért, mert ez a keftelésem, de imádom, hanem ezért. Mert én kaptam egy küldetést, tehát volt egy olyan látomásom, egy álmom gyakorlatilag, ahol ezt a küldetést átadták. Hogy a csapatommal létre kell hozni a bolygón az aranykort. Egy olyan társadalmi formát, a Földön, nem egy országban, a Földön, ahol az emberek szeretetben, békében és boldogságban élnek. Oké? Ahol nincs elnyomás, ugyanis az elnyomás az, amely a boldogtalanságot előidézi. Oké? Tehát az elnyomás az, amely eléri, hogy rossz állapotban legyél. Rossz hangulatban legyél. Ha nem lennének a bolygón elnyomók, minden ember boldog lenne. Világos ez? Márpedig a bolygó lakosságának az 1/5-e, az kifejezett elnyomó. Oké? Tehát a lakosság 20%-a. Az kifejezett elnyomó, és nem fejleszthető, nem tanítható ezáltal. Legalábbis nem éri meg a ráfordítás. Jó, tehát lényeg az, mit jelent az, hogy nem érje meg, hogy csak ne értsétek félre.
az azt jelenti, hogy az alatt mondjuk 20 szociális embert megtanítasz, még egy elnyomott, érted? Hát nem éri meg, mert időveszteség, oké? Jó? Szóval lényeg az, hogy egy világra szóló dolgot csinálunk, ami a történelemben még nem volt. Az azt jelenti, hogy bolygó szinten, tehát a bolygón olyan volt, hogy már voltak olyan népek, amik bejutottak az aranykorba. De olyan nem volt, hogy az emberiségnek volt ez feladatként kitűzve. Ami azt jelenti, hogy ha te nem akarsz az aranykorba bekerülni, semmi gond, ezt a dátumot nem fogod megélni. Legalábbis ebben a testben. Jó? Ezt nem én mondom, ezt a fentiek mondják. Nem kell elhinni nekem, éld úgy az életedet, ahogy akarod. Nekem azt nem tök mindegy. Én meg tudom, hogy így lesz. Ennyi, nekem ez bőven elég. Oké? Tehát ez a bolygó az emberiségnek már csak úgy van számva, hogyha 2035-től itt aranykor van. Oké? Másként ennek az emberiségnek nincs számva ez a bolygó. Úgyhogy ezt megint csak nem én mondom. Jó? Én csak közvetítem az üzenetet. Te meg azt teszel ebben az üzenettel, amit akarsz, nekem aztán teljesen mindegy. Jó? Úgyhogy gondold végig, de nem érdemes nagyon gondolkodni, mert az idő az jár lefele, tudod. Ami azt jelenti, hogy minél előbb el kellene kezdeni a fejlődést. Márpedig az egyedül nem megy. Én még nem láttam abból a körülbelül 100 000 emberrel, akivel foglalkoztam eddig, közvetlenül vagy közvetve, hogy magától egyedül valaki képes lett volna fejlődni. De te lehet, hogy azt hiszed, hogy te vagy a kivétel. Hát az a te problémád, nem az enyém. Jó? Úgyhogy lényeg az, hogyha fejlődni, tanulni akarsz, akkor lehet azt csinálni, hogy végigjárni a mit tudom én milyen, mennyi iskolát, ráköltve a teljes vagyonodat, vagy lehet tanulni mondjuk most akciósan 9800 forintért még havonta, és utána pedig 19700 kezdéssel ezt elindítva az első hónapban. Nem utána, hanem az első hónapban ezt elindítva. Jó? Számolt ki, hogy gyakorlatilag ma az átlag kereset az olyan 200 000 forint nettóban, annak gyakorlatilag a 9800 forint az az 5%-a. De én már ezelőtt 30 évvel tanultam, 30 évvel, hogy legalább a jövedelmednek a 10%-át fektesd a tudásodba. Fél százalék? Ja, 5-10%. Ja, jó, köszönöm szépen. Nem, öt, mennyi? Ja, tényleg. Jó? Nem. A 200 000-nek a 20 000 a 10%-a. Akkor a 10 000 az 5%-a. Jól mondtam én azt. Jó? Tehát 5%. Jó? Tehát azt mondták, hogy minimum, ezt tanították, hogy minimum ennyit, a 10%-át fektesd a saját tudásodba. Annál jobb befektetés nincs, mint a saját tudásod. Miért? Mert az nem inflálódik. Oké? Az nem értéktelenedik el. Azt nem tudják elvenni tőle. Oké? És azt tudod gyarak kamatoztatni. Az tud neked eredményeket hozni a tudásod. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Nagy örömömre szolgál, hogy elmondhattam ezeket a dolgokat nektek. Szeretlek benneteket, sziasztok! Hát nagyon szépen köszönjük Miklósnak ezt a színvonalas előadást. Hát én nekem most erről a szeretetről az jutott eszembe, amit éppen mai nap olvastam, hogy mennyit változott a világ. Ugye, hogy az emberek szeretetre teremtődtek, és szeressük egymást, és ehelyett inkább a tárgyakat használjuk, az embereket szeressük, és ehelyett, mert mintha megfordult volna. Szeressük a tárgyakat körülöttünk, és az embereket meg kihasználjuk. Tehát valahogy hatalmasat fordult a világ, és
Erre is szeretnénk felhívni a figyelmeteket, hogy annélkül a boldogsághoz vezető úthoz sehogy sem fogunk haladni. Tehát lényeg az, hogy, itt van egy nagyon jó közösség, a PPH-nak nevezzük, és aki egy kicsit is érzi azt, hogy szeretetben, boldogságban és békében akar élni, az jöjjön közénk, itt a helye. Tehát véletlenek nincsenek, nem véletlenül hallgat most minket, csak azt tudom tanácsolni, hogy döntsél, gyere, egy elfogadható áron, egy nagyon jó képzés, itt mindent megtalálsz. Nem csak a szellemi fejlődéshez, hanem az egész életednek a megváltoztatásához. Itt olyan módszereket és olyan tudásokat kapsz, amire használni is tudod. Tehát nagyon sok mindenkitől hallom, hogy ő, mint hogy most is mondta az előadás során, hogy ő úgy érzi, hogy egyedül fejlődik. Nem tudsz egyedül fejlődni. Hiába van meg a tudásod, hogyha nem tudod alkalmazni. Nincs kivel, nincs hol alkalmaznod. Itt a helyed, ha egyáltalán ezt érzed magadtól. Hát várunk szeretettel. Hát minden olyan információt megkapunk Szedlacsik Miklóstól, ami valóban valódi segítség a fejlődésünkhöz, és valóban nem lehet egyedül megcsinálni, már az ego nem engedi felismerni a saját hibáinkat, tehát ahhoz kellene jó nagy tükrök, ez pedig a csapat. Ott viszont nagyon jó látni, hogy ők is tükrei egymásnak, és hát nem tudom, tapasztalat, hogy az én csapatomban szeretnek öltözködni az emberek, tehát amikor valami betalál, akkor azon gondolkodni kell, mert csak úgy lesz megoldás. Ha besértődünk, abba hagyjuk, nem teszünk semmit, akkor semmilyen megoldás nincs. Ugye én természetgyógyászként dolgoztam, az egészség a legfontosabb, valóban csak időnyerés, mert léleknyelve a betegség, és az okokat kell megszüntetni, ahhoz pedig itt kapunk olyan tudást és olyan módszereket, amivel el tudjuk érni azt a magas szintű rezgést, ahol már tényleg nincsen betegség, mert hogy ez a feltétel az új korszakba belépéshez, sőt a létrehozásának is. Hát ennyit szerettünk volna elmondani. Lényeg az egész dologban, hogy ne elégedj meg avval, hogy az ingyenes előadást hallgatod. Gyere közénk, fizessé be, keress egy vezetőt akár a környékeden, akár hol, bárhol, mindenkinél talál segítséget. Tehát akárkihez fordulhatsz. Nagyon sok vezetőnk van, nagyon sok csapatunk van, környékeden keresi és jelenkezi hozzánk. Most szünet következik, szünet után személyiségfejlesztő coachképzésünk következik. Ha van rá lehetőséged, akkor gyere velünk és nézd meg. Ha úgy érzed, hogy nem érdekel az ajánlatunk, akkor nagyon szépen megköszönjünk, hogy velünk tartottál, és elköszönünk tőled. Most pedig 30 perc szünetet tartunk.